Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A nevem Sándor Péter, aki esetleg még nem ismer, bár az előbb bemutattak, de hát mégis a felvétel is legyen rajta a nevem. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy a ma esti darma beszéd előtt egy pár szóval fölvezessem azt a kérdés válasz alkalmat, ami ilyenkor szokott történni. Én egy három gyermekes édesapa vagyok, és plusz van egy unokám is, aki most lesz három hónapos. Ezen kívül ittől a párom Lakner Ildikó, vele közösen nevelünk egy 14 éves kislányt Lilit. Én Piliscséven élek, ott van egy vállalkozásom, és az a polgári foglalkozásom, és a én a tevékenység, az pedig az asztrológia. Azt gondolom, hogy ennyi kb. rólam elég. Még pár szót mondanék arról, hogy hogyan is érkezik meg az ember egy ilyen elvonulásra mi történik előtte, mielőtt, mielőtt elindul, velem mi történik, és szerintem nem vagyok ezzel egyedül, hanem azért ülnek itt is olyanok, akik, akik ezt így megszenvedik, meg akik hallgatják, majd azok is magukra fognak ismerni, hogy hogy indul az ember el egy, egy, haladó elvonulásra, nem egy táborra, hanem egy haladóra, ahol már kicsikét oda kell figyelni a dolgokra, kicsit másképp van, nem allazában, kicsit már erősebben kötött a dolog. Hát elég nagy szenvedésekkel. Tehát az ember olyan lazán bejelentkezik, hogy kitöltöd az évet, és akkor megyünk. Beadod. Visszajön a, a, visszajelzés, hogy várunk szeretettel, gyere. És akkor telik az idő, és akkor közeledik a nap, hogy akkor majd indulunk, és akkor kéne menni. És azt veszi észre, a környezetedben mindenki, hát nyilván azok, akik legjobban lecsapódik, tehát a társad, a családod, hogy valami nem stimmel ezzel az emberrel, mi baja van, feszült, ez van vele, az van vele, nem lehet hozzászólni, morog, és gyakorlatilag egy kibíratatlan valaki lett belőle. És amikor először ezt tapasztaltam, pár évvel ezelőtt, akkor nem tudtam, hogy mi van. Miért történik ez? Mert igazából valami fajta jóságba indul az ember, Hát aztán kinek mi a jóság, ugye itt 50 perces ülések, a nem tudom, hanyadik nap után már azért ott imittam ott sajok, de mondjuk azt, hogy mégiscsak egy jóságba indulunk el, ahol az ember valami fajta szellemi fejlődést vár magától, hogy akkor gyakorolunk egy kicsit, együtt vagyunk, valahogy rá tudunk nézni saját magunkra, egy picit tudjuk pucolni azt a tükröt, amiről már annyit hallottunk. Szonyi mutatott rá arra, hogy ez teljesen normális. Hogy az ember olyankor magával küzd legbelül, valami olyan mérő jönnek föl a dolgok, amikre még nem látsz rá. És még most is nagyon nehezen látok rá, és most is megvolt ez a, ez a szitu, hogy el kell indulni, kellene menni, és valami nagyon méről. Elkezd fölfelé jönni, és nagyon nehéz kezdeni vele bármit is. Megint megbeszéltük, hogy ennek így konkrétan ez az oka, hogy vannak még dolgok, amik úgy gátolnának legbelül, és igazából, amikor ez így tudatosul az emberbe, fölhozza a tudattalamból a tudatosba, hogy ez az ellenállás, ez bennem van, és nem kell ráprojektálni senkire azt, hogy miattad, miattad, vagy emiatt, vagy az jött közbe, amaz jött közbe, és ezért keresem a kifogást, és felhívom, ráírok, mégsem megyek, ez lesz, az lesz, amaz lesz, és ezért vagy azért nem fogok elindulni. Valahogy ezt az egészet így föl kell dobni, és abban a pillanatban, amikor ez megtörténik, abban a pillanatban lenyugszik az ember, és gyakorlatilag egyszer csak tök nyugodtan összepakol, és elindul, és itt van. De ezt valahogy mindig meg kell szenvedni. Nem tudom, hogy más hogy van vele. Én azért hallottam mástól is, hogy ez így megtörténik. Tehát erre szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ezzel nincs egyedül, és igazából tegye túl magát ezen, és ne kezdjen azon agyalni, meg morfondírozni, hogy akkor én ezt az egészet most hogy mondom le, és hogy húzom ki magam, hanem igenis induljon el, hogyha ezt bevállalta, mert tudja már, főleg ha már tapasztalta, hogy milyen előnyei vannak annak, hogy végigcsinál. Akár egy hétvégét, egy tíz napot, egy bármennyit. Ezt be kell vállalni, hogyha valaki a szellemi úton jár. Ezt szerettem volna elmondani így első körbe. A második körbe pedig arról szeretnék beszélni, mivel hogy ez egy bevezető. Hát minek a bevezetője, ugye ezután lesz egy darma beszéd, és egy kérdés szakasz, amikor is mindenki fölteti a kérdéseit a mesternek, és ő pedig majd válaszol. Az a tapasztalat ugye, hogy ezek a kérdések nagyon nehézkesen jönnek föl. Mindenki úgy emészgeti, úgy rágózik, valahol ott van, nehéz megfogalmazni, nehéz vele bármit is kezdeni. De hát valahogy azért csak ki kellene, hogy jöjjön ez a dolog, és főleg egy ilyen elvonuláskor, amikor az volna a cél, hogy akkor elcsendesedünk és, és magunkba vagyunk. Elvileg nem kattogunk azokon a dolgokon, amik alapból foglalkoztatnak minket, ilyenkor pláne egy kicsit nehezebb megtalálni azt a témát, hogy akkor, akkor miről is kérdezzek. Tehát ülsz, és gondolkozol, hogy mi a bajom van. Van, aki kapásból tudja, mert neki ez egy ilyen szenvedélye, hogy foglalkozik vele, és akkor neki ez így ilyen happy -e, hogy mindig ugyanazon kattog, és akkor fölteszi a kérdést. Viszont ö, szeretnék egy pár olyan, olyan megvilágítást adni, vagy egy, vagy egy olyan kis, kis fogódzót, ami esetleg segítség lehet abban, hogy mindenki magába eldöntse azt, hogy igazából mik azok a fontos kérdések, amit úgy érdemes a napvilágra felhozni. Abban szeretnénk most segíteni, hogy ezeket a kérdőjeleket, ami ugye a kérdések után van, azt most átalakítjuk ilyen kis horoggá, és a horogra ráakasztok ilyen kis ö, csalikat, és így bedobom közétek, és meglátjuk, hogy akkor kiharap rá, és majd aztán kialakul benne egy olyan kérdés, amit föl tud tenni a későbbiekben. Tehát én ezt a bevezetőt erre szeretném használni. Nem arra, hogy én elmondjam, hogy én hogy vagyok, meg mint vagyok, meg hogy jöttem ide, hanem hogy egy picit ebben segítsek, hogy a darma beszéd alatt ezek a kérdések minél egyszerűbben, minél tisztábban, minél pontosabban megfogalmazva előjöjenek és föl legyenek téve arra nézve, hogy saját magát is az ember segítse, és a kérdés másokat is hozzásegítsen ahhoz, hogy, hogy tisztában lássa saját problémáit. Kezdeném azzal, hogy például egzisztenciális problémák. Mindenkinek vannak ilyen dolgai, mindenki szeret a pénzzel foglalkozni. A munkával, a tehetségével. A tehetség az nagyon sok mindent jelent. mindenkinek van egy kis problémája az, hogy én ki vagyok, hogy vagyok, mint vagyok, Elég tehetséges vagyok, nem vagyok tehetséges, mit kellene csinálnom, mit nem kellene csinálnom. Ezen érdemes elgondolni, szerintem már mindenki megtette, hogy egy picit ezen elgondolom, jó vagyok, vagy nem vagyok jó. Használom-e a talentumaimat? Ki van-e használva? Hogy vagyok az életben ilyen szempontból? Ide tartozik egy olyan dolog is, hogy hogy szeretek én ragaszkodni a dolgokhoz, mennyire kötődöm az anyagi dolgokhoz, mennyire vagyok ragaszkodó, mennyire szeretek birtokolni. Ebből a birtoklási vágyból, ebből vannak-e nekem problémáim, rá tudok-e nézni úgy az életemre, hogy ezeket a dolgokat hogy kezelem? vannak ebből belőle konfliktusaim? Látom azért úgy alakul. Jó van. Jó lesz ez. Tehát akkor a talentumok, az anyagi kötődések, a pénzhez való kötődés, a pénz megszerzéséhez való, való kötődés, vagy az azzal való foglalatoskodás. És természetesen ennek a reciproka, vagy a másik véglete, hogy ezt hogy engedjük el, el tudom-e ezt engedni, ezt a témát. Mennyire tudom elengedni ezt a témát? Túlzottan, kevésbé, nagyon pont jól, nincs belőle problémám, vagy minden rendben van? Akkor menjünk tovább egy picit, nézzük meg a közvetlen környezetünket. Ugye azt szoktuk mondani, hogy minden jelenségnek oka van, ugye? De azt az okot, azt valaki okozza. Csak úgy magától nem teremtődik, tehát van a környezetünkben valaki, aki ezt az okot kiváltja, vagy okot ad valamire, hogy én csináljak valamit. Meg lehet nézni a környezetünket, a közvetlen hozzátartozóinkat, rokonainkkal, hogy állunk, ki az, aki csinált velünk valamit, ki az, akire úgy gondolunk, ki az, akivel problémáink vannak, ki az, akit szeretünk hogy vagyok én a, úgy a szűk kis környezetemben, hogy kapcsolódok az emberekhez, a szomszédaimhoz, hogy vagyok, amikor kimegyek az utcára, közlekedésbe, föl tudom-e ismerni a saját viselkedésemet, mert nagyon szépen tudunk itt ülni, nagyon szépen tudunk hajlongani, nagyon udvariasan tudunk beszélgetni, arról van szó, aztán kimegyünk az útra, belünk az autóba, és gyakorlatilag az első kereszteződésbe már rázuk az öklünket, és, és mutogatunk a középsővel, mert mindenki hülye, és mindenki szembe jön. Ez a fajta viselkedési mód, hogy, hogy itt mi van, hogy vagyok, van-e vele problémám, vannak-e túlkapásaim, vagy esetleg alulműködöm. Mind a kettő lényeges, mert ugye mindig kibillentségről beszélünk, vagy erre, vagy arra. És valahogy mindig vissza kellene kerülni a centerbe, ami egy ilyen arany középút és ebbe kellene megállnunk. Az, hogy hogy kommunikálunk, ugye, az is kb. ide tartozik. Mikor emeled fel a hangod, mikor maradsz csöndben, mikor akad a torkodon a szó, mikor kezd el hevesebben dobogni a szíved, amikor valaki olyannal találkozol, és nem tudsz megszólalni, míg valaki másra pedig egészen egyszerűen rá tudod borítani bármidet. Ezt is érdemes megvizsgálni. Vannak-e ilyen emberek? Tehát valami, valami ilyesmi az, amikor az ember magáról gondolkodik el mélyen, és vannak olyan tanítók, akik azt mondják, hogy minden este gondolkodj el egy kicsit. És akkor ilyen, ilyen kis sorvezető mentén el lehet azon gondolkodni, hogy ma mit csináltam. Általában visszatérő dolgok vannak, ritkábban nagyobb duranások, de azokat a visszatérő dolgokat mindig nyakon lehet csípni. És mondjuk a közvetlen környezetbe tapasztalt dolgokból ez jön le. Menjünk tovább egy kicsit. Nézzük meg azt, hogy a tágabb családommal, tehát a származásommal mennyire vagyok elégedett. vannak -e ezzel problémáim belül, hogy én honnét jöttem? Kik a felmenőim? Ezt is azért úgy érezzük, hogy valaki nagyon büszke, és kicsikét túlzottan is veri a mellét, hogy én már pedig ilyen ősökkel rendelkezem. Van, aki egy kicsit pedig úgy szereti ezt elfolytani, eltüntetni, nem beszélni róla, nem meri fölvállalni. Érdemes megnézni, hogy miért nem. Mit gondol arról, hogy miért nem meri felvállalni? Biztos van ilyen is. Mondom, ezek csak ilyen kis csalikampók, mindenki el tud gondolkodni azon, hogy neki van-e ilyen problémája, nincs -e ilyen, meg tudja-e dolgozni, van-e az életében ezzel kapcsolatosan bármi olyan visszatérő dolog, amivel neki foglalkoznia kell. Az ingatlannal kapcsolatos ügyek például, az is egy ilyen dolog. Harcolsz-e érte? Meg akarod-e tartani? Még többet akarsz? Kezeled-e gondosan? Van-e vele problémád? Mit tudsz vele kezdeni? Ezek a birtoklási vágyhoz kapcsolódó témák, de mondjuk, hogy azt, amit te örököltél, és hogy tudod azt megtartani? Vagy azt, amit meg szeretnél szerezni? arra mennyi energiát fektetsz túlzottan, kevésbé, hogy találkozol az emberekkel ilyen szempontból, hogy kommunikálsz velük. Vagy egy másik téma az, amikor az embernek kicsit jól kéne érezni magát a világban. Tehát te van igazán ellazultan, kikapcsolódni, mennyire engeded meg magadnak azt, hogy kikapcsolódj a világba, mennyire akarsz ott jól lenni, mennyire tudsz nyaralni, mennyire élvezed az életet, az életnek a napos oldalát mennyire, mennyire tudod elviselni. Vagy pedig inkább ilyen begubódzós vagy, és ebből vannak konfliktusaid, mert, hogy mondtam, valaki valakivel valamit csinál. Tehát ki az, aki ezekre a dolgaidra rámutat, és hogy találod meg önmagadba azt, hogy neked ezzel van egy kis problémád. A munkával, a munkahelyel kapcsolatos dolgok azok, azt gondolom, mindenkinek olyanok, amilyenek. Nem mondtam túl nagyot ezzel, de hát mégiscsak az van, hogy be kell mennünk egy munkahelyre ott munkatársaink vannak, olyan emberekkel kell akik hát nem mindig a szívünk csücskei, és velük hogy állunk. Ők milyen tükröt tartanak nekünk? Azt gondolom, hogy ezt mindenki látja, tapasztalja, ezen is érdemes elgondolkozni. Párkapcsolat. Oké. Okay. <szerint> Szerintem ez így kb. ennyi. Erről nem kellett többet mondani, hogy a párkapcsolat hogy, mint van az embereknek az életébe. De azért mégiscsak azt hozzá kell tenni, hogy a párunk az, akit ugye a legjobban szeretünk, tehát ő tartja legkomolyabban a tükröt. Viszont azért mégiscsak az van, hogy valamiért kicsit jobban szabadjára meri engedni az ember a száját, amit nem mer megengedni mondjuk egy munkahelyen hogy ott konfrontálódjon, azt hazaviszi, és ráborítja a másikra. Azért ezt észre kell venni, hogy akkor nem a másikban van a hiba, vagy hol van a hiba, vagy kibe van a hiba. Tehát a párkapcsolat az ilyen szempontból, mivel a párunk, és közvetlenül a kiegészítőnk, a mi olyan felünk, aki rámutat azokra a dolgainkra, amik igazából nincsenek még bennünk megdolgozva, nem véletlenül kapjuk azokat a társakat, akiket ezt azért úgy észre kell venni. Menekülnek az emberek a kapcsolatokból, egyikből a másikból, a cseberből a vederbe. Felteszik a kérdést, miért történik ez. A jó tanító rámutat, vagy ül a tanítás, vagy nem. De mindig rámutat, hogy igazából hol van a bibi, és mit kellene megdolgozni, és nem a másik az ilyen vagy az olyan, vagy amilyen. De, hogy mit kellene csinálni, hát azt majd a tanító elmondja hogyha van egy ilyen kérdés. Halál kérdése. Rettegünk a haláltól. Túlvilági gondolatok, túlvilággal való foglalatoskodás, elmúlás. Itt azért, aki szellemi úton jár, annak mindenkinek megfordul a fejébe, hogy, hogy akkor hogy van ez, mint van ez, hogy van ez az egész fölépítve, ez az egész dolog, ez az egész élet honnét kezdődött, mikor lesz vége, Isten igazából akkor van vagy nincs, Ismerjük ezeket a kérdéseket, ezek is foglalkoztatják az embert. Azért jó pár kérdést hallottunk már ilyet, ilyeneket darma beszélem. Ha esetleg van ilyen bennetek, azt is érdemes egy kicsit kipiszkálni, és egy pontosan megfogalmazott kérdéssel azt gondolom, hogy el lehet indulni azon az úton, hogy megfelelő válaszhoz jussatok. A szellemi út, mindenki azon jár, aki eljön ide, vagy máshová, nem csak egy út van, sok út van, minden igaz út ugyanoda vezet, a zen is. Én nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan gyakorolunk. Nyilván vannak kérdések ezzel kapcsolatban is. Mi az igazi szellemi út? Hogy kellene viselkedni? Mit kellene gyakorolni? Én hogy álljak hozzá az egészhez, hogy igazán jó gyakorló legyek, és mondjuk azt, hogy elérjem a felébredést? Ezzel kapcsolatosan is rengeteg kérdést lehet föltenni, a lényeg az, hogy pontosan tudja megfogalmazni az ember azt, hogy mi az, amit meg szeretne tudni. A karrierrel kapcsolatos kérdések. Most legutóbb volt valaki nálam, aki azt mondta, hogy ő már elmúlt 50 éves, nem is egy-két évvel, és teljesen elégedetlen az életével végig dolgozta az egészet, nem tud felmutatni semmit. Sokan vannak így, és nem tudják az okát. Hogyha van ilyen kérdés, akkor érdemes feltenni hogy akkor, akkor én hogy vagyok azzal, ahogy az én karrieremnek az íve alakul? Elégedett vagyok vele, nem vagyok elégedett vele, elfogadom, nem fogadom, mit lehet ezzel tenni? Akkor lehet olyan kérdés is föltenni például, vagy azzal kapcsolatos kérdést, hogy egy-egy ilyen közösséghez hogyan lehet igazán jól ö, csatlakozni. Személyessé lehet tenni ezt a kérdést, hogy igazán hogy segíthetek annak a közösségnek, mit tehetek, értük, egyénileg ki lehet fejteni ezt a kérdést, és föl lehet tenni. Remélem nem fogom ki a vitorlából a szelet. <laughs> Elég nagy az a hajó, és rengeteg nagy vitorla van rajta, szerintem viszi a szépen, úgyhogy nem gondolom, hogy megakasztjuk itt a dolgot. Az elmúlásról már volt egy kis, volt egy pár szó, amit még nagyon meg kell említeni, az az elfogadás. Elsősorban, hogy önmagaddal hogy vagy, utána másokkal hogy vagy, közvetlen környezeteddel hogy vagy, és a tágabb környezeteddel hogy vagy, vannak -e ne problémák. Az elfogadás is olyan kis, kis dolog, hogy, hogy úgy nehéz kibogozni, hogy akkor hol van az eleje annak a szálnak, és hol végződik. Hát ezzel kapcsolatosan, hogy hogy tud az ember olyan igazán szépen belesimulni a saját életébe, a, ha van kérdés, akkor érdemes feltenni. Utoljára hagytam azt, amit igazából elsőnek kellett volna, és az pedig a személyes önismeret. Természetesen ez mindaz, de az, hogy én miért vagyok ilyen, pont ilyen, pont olyan, pont amilyen pontosan kell, ezek csak általános kérdéseket, a kérdést akarsz föltenni, akkor meg kell tudni tanulni, pontosan megfogalmazni a kérdést egészen élesen. Akkor tudsz éles választ kapni, hogyha a kérdésed is jó. Az, hogy ezt megtaláld, ezt a kérdést, igazából ugyanaza kell menni, ahol itt a válaszokat keressük egy-egy interjú előtt, meditáció közben. Mi már megtanultuk, ugye? Tehát van az a kis jó kis tantien, ott ugyanúgy megvannak a kérdések is. Ha te az igazi kérdéseidet akarod megtalálni, akkor azt onnét kell előhozni. És hogyha megvan ez az igazi kérdés, akkor fölteszed és fogsz rá választ kapni. Segítséget fogsz kapni arra, hogy megtaláld. Rengeteg kérdést ismerünk, mindenből lehet kérdést csinálni. A bableves mögé is lehet rakni egy kérdést. Bableves, megvan a kérdés. Erre is lehet választ kapni. Mi itt azért már elég jól tudjuk a kérdéseket, és tudjuk azt is, hogy mi a fő kérdés. Van egy kérdés mindenek fölött. Ezt a kérdést itt sokan tudják, aki nem, az majd visszajön a templomba, és még gyakorol. Igazából egy kicsit kiszeretnék szólni az internet világába, hogy aki még nem tudja ezt az egy kérdést, az jöjjön, és kérdezze meg. És igazából ezzel az egy kérdés, amit nem mondtam ki, ezzel megköszönöm, hogy részese lehettem ennek a ma estének.